A megyei kézilabda szövetség 2015-ben rendezte meg először a Junior kupát, azzal a céllal, hogy a keleti országrész utánpótlás csapatai nemzetközi mérkőzéseken más kézilabda kultúrákból érkezett együttesekkel szemben is lemérhessék tudásukat. A rendezvény sikere után következett a folytatás, és bár egy év kimaradt, ezen a hétvégén negyedik alkalommal találkoznak hazai és határon túli magyar lakta települések csapatai. A lányok a 15 és 19 éves korcsoportban, a fiúk pedig a 16 és 20 éves korosztályban mérik össze tudásukat a megye négy sportcsarnokában. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendezvényünket. Minden évben ezen indul egyébként nekünk a rendezvényeink sorozata. Most jelenleg közel 500 résztvevője van a rendezvénynek, 44 mérkőzés fog zajlani. 22 csapatot várunk, ebből egyébként 12 külföldi lesz, 19 csapatnak kell egyébként szállást biztosítanunk, megyénket is képviseli, Kisvárda például, Nyíregyháza és Fehérgyarmat, és a külföldi csapatok, amelyek érkeznek hozzánk a Felvidékre, a Párciumra és Kárpátaljáról várjuk őket. A tornán nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők is számot adhatnak tudásukról, ugyanis a megyei szövetség által elindított játékvezetői utánpótlás mentorprogramban résztvevő fiatalok vezetik majd a meccseket. Minden évben elindítjuk a Jam programunkat, hiszen minden évben indítunk alapfokú játékvezetői tanfolyamot, az ezen résztvevő tehetséges fiatalok kerülhetnek be a Jam programba, és hát nem titkolt szándékunk egyébként, hogy ezt a nemzetközi utánpótlás tornát arra is felhasználjuk, hogy ők meg tudják mérettetni magukat. A torna első meccse pénteken 15 órakor kezdődik a Kisvárdai Szent László Gimnázium sportcsarnokában. A csoportmeccseknek szombaton még a nyíregyházi Veselényi és a Kisvárdai Besenyei csarnok ad otthont. A helyosztókat és a döntőket vasárnap rendezik a Szent László Gimnáziumban és a Kisvárdai Városi Sportcsarnokban.